Műsorunk vendége Tóth Tibor, a mezőgazdasági iskola igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük talán azzal a beszélgetést, hogy évről évre, április közepén megszervezik az úgynevezett nyílt napot, amikor is a mezőgazdasági iskola bemutatja az érdeklődő diákok számára, mondjuk így, hogy a kínálatát. Igen, tehát ez már mondhatjuk úgy is, hogy tradíció, már jó pár éve visszamenőleg ezt a nyílt napot megszervezzük községi szinten, mert itt elsősorban ugye a község középiskola, tehát a három középiskola, mezőgazdasági, a gimnázium és a műszaki középiskola vesz részt, és ez már most már próbálkozunk regionális jellegűvé tenni a dolgot, tehát egy 3-4 középiskola fog részt venni Szabadkáról is, sőt már most lesz a Zentárról is résztvevő középiskola, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy olyan 9 vagy 10 középiskola meg fog itt jelenni ezen a nyílt napon. Tehát ami a mi iskolánkat illeti, és a helyi iskolákat, a szakoknak a bemutatása kerül napirendre. Tehát itt, mint tudni való, az iratkozási tervet még tavaly decemberi hónapban leadtuk a minisztérium felé. Megtörténtek az elbírálások, hogy úgy mondjam, tehát és valamilyen módon egy ideglenes döntés született, hogy milyen szakokat hattak jóvá, hogy mit az iratkozási tervvel kapcsolatban. Tehát vannak olyan iskolák, ahol vettek le szakokat. Nálunk, hála Istennek, amit átadtunk, egyelőre jóvá is van hagyva. Én remélem, hogy ezt nem fogják a továbbiakban bántani, és akkor ez az iratkozási tervünk, amilyen olyan, tehát ebben a formában fog majd ott ugye júniusban a nyolcadikosok előkerülni. Tehát röviden csak ismertetném azokat a szakokat, amit az idén tervezünk indítani. Tehát 4 éves szakok közül magyar és szernyelven indul mezőgazdasági technikus, állategészségügyi technikus, és csak magyar nyelven indul élelmiszeripari technikus szak, és magyar nyelven 3 éves szak, egy kombinált osztályt tervezünk, ahol 15 gépkezelő szerelőt veszünk fel, és 15 péket. Tehát természetesen nem mondtam a 4 éves szakoknál, tehát mindegyiknél 30-as az osztályok létszáma. Szernyelven viszont szintén egy kombinált 3 éves szakot tervezünk megindítani, az a mezőgazdasági termelő és virágkertész. Tehát 15 plusz 15 fővel. Tehát ez lenne az iratkozási tervünk. Ami magát a programot illeti, tehát a nyílt napot 14-ére tervezük, április 14-ére, tehát olyan 10:30-11-től lenne a kezdés, és olyan 1 óra között. Tehát hagyományosan többféle programot is tervezünk ez az időszakban, tehát lesznek itten különböző versenyek megszervezve, úgy a szakok között, mint a külső, ami már meg van hirdetve a nyolcadikosok, vagyis hát az általános iskolások felé, tehát ilyen irodalmi pályázat, festő pályázat, amit majd ott egy-két nappal a maga a rendezvény előtt kell leadni, és egy külön bizottság bír el. A helyszínen pedig lesznek ilyen különböző traktorhajtási verseny, magfelismerés, virágkötő verseny, sőt lesznek sakkozók is, sakkverseny, amire te is be tudsz nevezni helyszínen, hogyha el tudsz jönni. Utána, tehát ezek a rendezvények, birkanyírás, tehát az élelmiszeri szakok különböző süteményekkel fognak ugye előállni, ott a helyszínen lesz az elkészítése, meg is lehet kóstolni őket, tehát tudni kell, hogy tavaly sikerült egy komoly mini pékséget berendeznünk, ahol ugye ezeket a dolgokat meg tudjuk csinálni, ez mert a henteseink is ugye be fognak mutatkozni, kolbász, előállítás, készítés, sütés, tehát azt is ott a helyszínen utána le lehet tesztelni, hogy sikerült nekik ugye a receptúrát összeállítani. Tehát sokféle, sokrétű lesz a rendezvény, és én remélem, hogy sikerül a jövendőbeli középiskolásoknak valamilyen módon, valamelyik iskolának a tetszését ugye is odavonni a figyelmüket, hogy tehát választanak ezek közül. Elég sok szak is lesz, tehát a mi iskolánkon kívül több iskolának a kínálata is, tehát én remélem, hogy valakik valamilyen módon sikerül valamelyik iskolát
kiválasztani, és ugye utána eldönteni, hogy milyen szakra fognak majd iratkozni. A sakversenyre lehet, hogy valóban benevezek majd a birkanyíró versenyt, azt egyelőre még fontolgatom, de visszatérve ezekre a szakokra, ugye az előző években is igény lett volna a magyar nyelvű hentes képzésre, és akkor ezt a szakot az a veszély fenyegette, hogy esetleg eltörlik, illetve időszakosan megszüntetik. Ezzel kapcsolatban most mi a helyzet? A felsorolt szakok közül valamelyik fedi ezt a szakot, vagy nem lesz hentes? Sajnos tavaly még megengedték a 3 éves szakoknál, hogy 3 szakot egy osztályon belül kombináljunk, de ettől az évtől már azt is beszüntették, tehát csak 2 szakot tudunk kombinálni, így muszáj volt döntenünk, hogy melyik szakot indítjuk meg, és akkor úgy döntöttünk, hogy most az idén marad a pék, és valószínűleg majd jövőre akkor meg a pék helyett indítunk hentés szakot. Tehát valamilyen módon muszáj volt eldönteni, hogy minek a kárára. Na most az is a másik nagy problémánk, hogy ugye csökken a diákok létszáma, és a másik probléma az pedig, hogy a termelőszakok iránt sajnos kisebb a diákoknak az érdeklődése, habár itt meg kell, hogy jegyezzem, hogy a hentesek iránt, nem csak a hentesek iránt, többi szak iránt is kereslet van a munkaerőpiacon, tehát olyan a helyzet, hogy aki befejezi, az mindjárt is tudna helyezkedni, tehát tud munkát találni. Itthon is nagyobb részt, de sokan sajnos elvándorolnak külföldre is. Tehát itt megemlíteném, már mi, hogy itt vagyunk a munkalehetőségeknél, hogy az iskolánknak szerződése van több vállalattal is itt a környéken, mezőgazdasági vállalatokkal, és egyes vállalatok már most az idéntől beindították az ösztöndíjazási programot is, úgyhogy a diákok különböző szakokon, tehát itten elsősorban a mezőgépkezelő szerelő, mezőgazdasági technikus, állategészségügyi technikus szakoknál biztosítanak ösztöndíjat is, ami azt jelenti, hogy 1 vagy 2 évig a végzősök vagy a harmadikosok részére ösztöndíjat biztosítanak, és utána ezek a diákok el is tudnak itt ezekbe a vállalatokba helyezkedni. Tehát ez egy nagyon pozitív dolog, ugye, hogy már ugye tudják előre akkor a diákok, hogy biztosítva van nekik a munkahely. A többi szaknál sajnos még oda nem jutottunk, hogy erre szintre emelkedjünk, vagyis hogy megbeszélést folytatunk a vállalatokkal, hogy ösztöndíjazzák-e a tanulókat, de viszont munkahely az ő számukra is van, tehát itt gondolok a pékekre, hentesekre, tehát ezek hiány szakmák, úgyhogy ha aki befejezi nálunk, az tud rögtön munkát találni. De akkor ez most már véglegesnek tekinthető, mert tudom, hogy az előző években volt olyan, hogy a nyílt napig még a minisztérium nem adott választ azzal kapcsolatban, hogy melyik szak nyílhat meg, tehát akkor ez most már véglegesnek tekinthető, amit felsoroltunk az imént. Azért is mondtam, hogy remélem, hogy ezt a tervezetet nem fogja már a minisztérium bántani, legalábbis minket, mert tehát voltak olyan évek, hogy a nyílt napig nem tudtuk, meg még később se, tehát még csak ott május folyamán véglegesítődött az iratkozási terv, vagy még akkor sem. Na most az idén a minisztérium úgy ígérte, hogy március végére, tehát véglegesíti az iratkozási tervet, ha bár most is úgy kaptuk meg ezt a tervet, hogy még tehát változtatások fennállnak, tehát lehetnek. Én remélem esetleg abba az irány, vagy akiknek nem hagyták még, hogy esetleg még plusz osztályokat hagynak jóvá, tehát a meglévőket, amit jóvá adtak, remélem már nem bántsák. Korábban a nyílt napnak a helyszíne volt a mezőgazdasági iskola sportcsarnoka vagy tornaterme, nem is tudom, hogy szoktátok ti ezt nevezni. Ezúttal is gondolom, hogy ott lesz, és hát az előző években ugye itt volt például a Szabadkai Egészségügyi Középiskola, Szabadkai Műszaki Iskola, a Topolyai másik 2 középiskola, tehát a Gimnázium és Közgazdasági Középiskola, illetve a Sinkovics József Műszaki Középiskola. Igen. Az idén is ezekre a résztvevőkre lehet számítani? Igen, tehát nagyjából ezek, még mondom, Zentáról is, tehát Zentáról is az egészségügyi középiskola itt fog lenni, meg még remélem, hogy a Politechnikai Iskola Szabadka az is csatlakozik ehhez a csapathoz, úgyhogy mondom, egy 7-8 iskola legalább itt fog lenni. Általában az szokott történni, hogy a nyílt nap és a föld napja dátumilag közel esik egymáshoz, és az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a mezőgazdasági iskolában egy napon szervezik meg a nyílt napot, a föld napját is egyben megünneplik. Ilyenkor szokás ugye fát ültetni, és egyéb ilyen környezetvédelmi, illetve környezetkímélő programokat megszervezni. Így lesz az idén is?
Igen, tehát sajnos nem tudtuk egy napra összehozni a nyílt napot és a földnapját, mert általában próbáljuk úgy, hogy ha lehetséges, ha mód van rá, akkor egy napon csináljuk ezt a két rendezvényt. Az véget, mert Szabadkán lesz ugyanígy ilyen nyílt nap az iskolák részére, és pont azon a dátumon van, tehát 20-24-én, amikor esik a földnapja is. Úgyhogy ezért hoztuk mink egy kicsit előrébb. De annak ellenére, hogy előrébb hoztuk, az nem jelenti azt, hogy nem annyira fontos számunkra a környezetvédelem és a földnapjának a megünneplése, vagyis hogy megemlékezzünk rá, mivel hogy mink különben is mezőgazdasági iskolunk is össze vagyunk kötve a természettel és a környezetvédelemmel szorosan. Tehát feladatunknak tekintsük, hogy erre külön odafigyeljenek a mi diákjaink és az iskolánk is, meg ugye a környezetünk is. Tehát itt általában az iskolának a környékét, a tó környékét szoktuk ez alkalommal ugye valamilyen módon munkaakciónak keretein belül megtisztítani, fákat ültetni. Tehát mint már ezt az akciót elkezdtük régebben is, előbb, tehát gondolom dátumra, tehát ott már február folyamán, ugye, mert már tudjuk, hogy áprilisban már azért annyira nem a faültetési szezon van, akkor arra már lejár, már csak jelképesen szoktunk egy-két fát elültetni, de az akció az már folyamatban van, tehát most is ott rendezik a környéket a diákjaink, meg ősszel, ugye, mikor vannak ilyen fásítási akciók, akkor az iskoláknak a diákjai a község területén aktívan részt vesznek, tehát itt az idén is így volt, ez tavaly is, tehát tavaly ősszel egy jó pár száz facsemetét elültettünk, tehát részt vettünk a község, vagyis a helyi közösségeknek ilyen különböző munkaakcióiban. Tehát kicsit réfásan ugye azt tudnánk elmondani akkor, hogy ebben az évben Topolyán a nyílt napon lesz a földnapja, Szabadkán viszont a földnapján lesz a nyílt nap, ugye? Igen, tehát tulajdonképpen igen. Így lehet könnyen megjegyezni. Beszélgessünk még egy kicsit a mezőgazdasági iskola történéseiről, ugye? Azt hiszem, hogy nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy messze földön híres a mezőgazdasági középiskola tangazdasága. Mi történik most a tangazdaságon? Hát a tangazdaságon most pillanatnyilag mennek nagyban a tavaszi munkálatok. Tehát itt, ami a szántóföldi növénytermesztést illeti, tehát az előkészítést elvégeztük, a vetés van folyamatban, tehát a szója napraforgó vetését befejeztük, és most a pillanatnyilag a kukorica vetése folyik. Ez mellett szerződést kötöttünk egy kis kunhalasi vállalattal, burgonya forgalmazó vállalattal, ami azt jelenti, hogy létesíteni fogunk egy körülbelül fél hektár nagyságú mintaparcellát különböző burgonya fajtákkal, körülbelül olyan 20 burgonya fajta fog itt majd jelen lenni, aminek most van épp abban a fázisban, hogy áthoztuk a vető burgonya magot, és a holnap után fogjuk elültetni ugye ezt a vetőmagot, és utána majd én remélem, hogy egy-két hónapon belül fogunk ott szintén egy időzőben nyílt napot tartani a termelők részére, ahol bemutatjuk majd ezeket a burgonya fajtákat, ahol a termelők meg tudják ezt tekinteni, és akkor ugye itt lesz ez a forgalmazó is, aki ugye majd bővebb információkkal tud szolgálni, ugye, tehát itt valójában a burgonya termesztésnek a népszerűsítéséről van szó. A közelmúltban sikerült egy új fólia sátrat, illetve üvegházat is felépíteni, emellett az állatorvosi technikusok számára egy úgynevezett kabinet, tehát egy ilyen kis műhely is elkészült. Tehát néhány mondatban kitérnék erre is, tehát ez már tavaly folytatódott ez az egész pályázat. Tehát ugye tudnélik, tavaly volt a külhoni képzés éve, szakképzés éve Magyarországon, és ennek keretein belül a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével, közreműködésével sikerült Magyarországról a Bethlen Gábor alaptól pályáznunk, és megközelítőleg 50 ezer eurós értékben kaptunk eszközöket, amivel ezeket a két tantermet fel tudtuk szerelni, tehát egy modern technikával, technológiával rendelkező tantermeket tudtunk átadni a diákok részére, a diákok és a tanárok részére. Ez mert még vettünk egy közép nehéz erőgépet, tehát egy 110 lovas traktort,
felszerelést, tehát a részben a tanműhelyt a mezőgépészek részére fel tudtuk szerelni modernabb szerszámokkal, úgyhogy tehát igen jelentős befektetés történt. És ennek a folytatását várjuk az idénre is, tehát most volt itt a minap nálunk német Zsolt államtitkár Magyarországról, aki hát félig meddig ígéretet tett, hogy valószínűleg még az idén is folytatódik, tehát ez a, hogy úgy mondjam, fejlesztés, vagyis befektetés a szakképzésbe, szakképzést folytató iskolákba, és valószínűleg már most nem akkora összeggel, de valamekkora összeget az idén is sikerül majd a Bethlen Gábor alaptól pályázat útján ugye szert tenni rá, és akkor még itt egy bizonyos befektetéseket fogunk megvalósítani, de hát majd, hogyha eljön az ideje annak is, akkor majd ismertetni fogjuk, hogy mit sikerült abból megvalósítani. Azt is megszoktuk már egyébként, hogy a mezőgazdasági iskola diákjai rendre, sikerrel szerepelnek a különféle versenyeken. Gondolom, hogy ez a hagyomány sem szakadt meg. Igen, tehát elég sok versenyen részt veszünk az idén. Már vállalkozástamból volt versenyünk Újvidéken, ahol ugye az iskoláknak a diákjai úgy vesznek részt a versenyen, hogy nem egy iskola képes csapatot, hanem ott összekeverik az iskolákat, különböző iskolák diákjaiból állítanak össze csapatokat, nehezítsék a feltételeket, hogy hogy tudnak ugye azok együttműködni, hogy tudnak ugye a csapatban dolgozni, mármint hogy csapatmunkát megvalósítani, és akkor itt ilyen projektot kell nekik ugye ott a verseny alatt összehozni, és itt a mind a három diákunk az első három helyezett csapatban benne volt, tehát a másik iskolákkal ugye kombinálva. Utána ez lent Belgrádban folytatódott, ahol szintén elég szépen szerepeltünk, de viszont onnan már ugye nincs tovább. Tehát most az idén nem volt olyan, hogy külföldre is mennek a versenyzők, az a tavalyi években volt, hogy kijutott a diákunk ugye külföldre, és most itt megállt ugye az volt a Belgrád volt az utolsó állomás, és akkor ott befejeződött ez a verseny. A másik, ami volt, vagyis most például egy versenyen ma vannak a diákjaink, Kaposvárra ment két diák és két tanár, Guba Sándor emlékverseny, vagy milyen mezőgazdasági jellegű, tehát mezőgazdasági témakörű a verseny, ahol megkapták ugye a témákat, az egyik az állattenyésztéssel kapcsolatos, a másik pedig a növénytermesztésre, ezen belül is a rózsatermesztésből írt egy ilyen röpke kis rövid beszámoló projekt, prezentáció, minek lehet hívni, és azt fogják majd ott a verseny, ugye a diákok prezentálni, eladni, megvédeni ott egy szakzsűri előtt, és én remélem, hogy majd sikerül ott is bizonyos jó eredményt elérnünk. Ez mert meg kell említenem azt is, hogy nem csak szakmai téren jeleskednek diákjaink, hanem irodalom terén is, tehát már volt pályázat, irodalmi versenyen részvétel, ahol a diákjaink Budapesten voltak kétnapos fogadáson, ahol átvehették a helyezésüket, tehát ott is első-második díjakat nyertünk, úgyhogy tehát igyekszünk minden téren helytállni. Mai műsorunk vendége volt Tóth Tibor, a Topolyai Mezőgazdasági Iskola igazgatója, akinek köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk, és hogy mindezt elmondta. Én is köszönöm a lehetőséget.